Már több mint egy hónapja használatba vehették az autósok is a József Attila utcát Bonyhádon, hiszen a szerződéses határidő előtt befejezték a kivitelezést. És hogy mi is történt? Elkészült a József Attila utca felújítási munkája. Ugye a felújítási munkák során a durván 300 méter hosszú utcában nem csak a burkolat felújítása készült alapítványi munkákkal együtt, hanem elkészült a víziközművek rekonstrukciója is. Nagyjából ez a 2000 négyzetméteres utcának a teljes felújítása durván 5 hónapot vett igénybe, a felújítást szakaszosan végeztük, igyekezve csökkenteni az itt lakók kellemetlenségét. Most már az utcát nagyjából egy hónapja forgalomba helyeztük, úgyhogy használják nagy megelégedettségre. 2000 négyzetméter térkő burkolat készült, nagyjából 400 folyóméter szegélyt raktunk le. Ugye ez teljes utca, az 300 méter hosszú, teljes hosszban elkészült az ivóvíz, a szennyvízvezeték teljes kiváltása, készült egy nagyjából 100 méteren csapadékcsatorna, és a teljes utca hosszban új szivárgórendszert is építettünk ki a burkolat alatt. De miért volt szükség az utca felújítására? József Attila utca, ez Bonyhád egyik legrégebbi utcája. Ebből ugye az is következik, hogy nem csak az útburkolat, hanem az alatta levő közművek is jelentősen elöregedtek, elhasználódtak. Sok volt a csőtörés és az egyéb probléma. Általában pályázatok burkolatokra vannak kiírva. Itt ebben az esetben olyan szerencsések voltunk, hogy a közművekre is tudtunk pályázni. Ezért megvártuk gyakorlatilag, ezért tartott egy kicsit tovább a kivitelezés megkezdése. Megvártuk, amíg ezt a pályázatot biztosan elnyerjük, hogy természetszerűleg először a közművek, a vízi közművek, csatornahálózat kerüljön kicserélésre, és utána pedig a burkolat. A döntés már tavaly megszületett, de a munkálatokat csak idén tavasszal kezdték el, és rendhagyó módon az utca térkőburkolatot kapott. Az az igazság, hogy műszaki szempontból úgy gondoljuk, hogy ez talán előnyösebb. Bonyhádon már ez a harmadik utca, amit ilyen módon újítunk fel. De nem csak ez a szempont, hanem én azt gondolom, hogy az esztétika is, tehát ahogy említettem, az egyik legrégebb utcáról van szó, talán ez a fajta megoldás jobban illik az utcaképhez. Koronavírus járvány napi eseményei megakadályozzák azt, hogy ezt jelen pillanatban egy nyilvános, nem csak sajtónyilvános, de a lakók által, közösség által is nyilvános átadáson tudjuk a lakosságnak átadni. Ez sajnos most nem sikerült, de talán majd később pótoljuk. Sok olyan beruházásunk van most, nagy beruházásunk, amit emiatt majd nem tudunk átadni, úgyhogy valószínűség szerint ezeket majd talán tavasszal egyszerre át tudjuk ünnepélyes keretek között adni a lakosságnak. Rengeteg olyan utca van, ami legalábbis burkolat cserére szorul. A források végesek, úgyhogy folyamatosan évről évre haladunk lépésről lépésre. Mindig van egy-kettő, három utca, amit részben pályázati, részben saját erőből, de fel tudunk újítani. Most itt a József utca folytatásában a Kossuth utca felújítása kezdődik meg, annak egy jelentős szakasza, azt is alapvetően pályázati pénzből fogjuk megvalósítani. Az alpolgármester szerint vegyesek a visszajelzések, de ez általában így szokott lenni. Azt mindenki elismeri, hogy ez gyönyörű szépen sikerült munka. A lakók egy része egy kicsit aggódik pont emiatt, hogy túl jó minőségű út miatt egy kicsit gyorsabban mennek majd az autók, és erre próbálnak megoldási javaslatokat tenni. Hát egyelőre ott tartunk, hogy egy 30 km-es sebességkorlátozás van bevezetve, és kérni fogjuk nyilván ezúton is a lakosságot és a rendőrséget is, hogy ezt tartsa be, illetőleg ellenőrizze majd. A József Attila utca felújítása bruttó 126 millió forintba került.